tőzsgyökeres Tolnai vagyok, ami azt jelenti, hogy tőzsgyökeres Tolnainak azt mondhatja magát, aki ide születik. Úgyhogy nekem mind a három nagyszülőm Tolnai volt, és a negyedik is Fácán Kerti, de hát azt ide lehet számítani Tolnához, mert abban az időben, amikor ő született, akkor még ilyen település, vagy Fácán Kert nem létezett. Simon Majornak hívták, ami közigazgatásilag Tolna része volt sokáig. És akkor, amikor már nem, amikor az első Fácán Kert falu megépült, a legfaluból Fácán Kert pusztából a Simon Majorból megalakult az első Fácán Kert, akkor a déd nagypapám volt az első Fácán Kerti bíró. Jómódú parasztok voltak, nem a leggazdagabbak közé tartoztak, de 15-20 holdfölddel azért már el lehetett boldogulni abban az időben is. Anyai nagyszüleim pedig már egy polgárosodott életet élő paraszti származású népek voltak. Videm a nagypapám sok mindenhez értett. Szódagyára volt neki, mészkereskedése, cséplőgépe. Érdekes alkat volt, nem illett erre a sárgolyóra, mert tele volt olyan tulajdonságokkal és olyan vonzódásokkal, amiket nem értékelt az akkori világ. Könyvet olvasott, újságot írt, verseket írt, mit tudom én, első világháborús naplóját Rojtosra olvastam. Hát aztán ezzel a származással nem lehetett dicsekedni, tehát mind a két részről vagy iparos, vagy parasztkulákok lettek az őseim. És hát édesapám 1949-ben friss érettségivel a kezében, ami nem kevés volt abban az időben, talán ilyen 1-5% a fiataloknak abban az időben eljutott az érettségig. Tehát az érettségivel a kezében elmehetett fel a hajóra fedélzetet mosni, mert sehová máshová nem vették fel. Aztán azért kiemelkedett ebből is úgy, hogy mire nyugdíjba ment, a Tolnai textilgyárnak lett a vezető villanyszerelője, a fő elektrikusa. Édesanyám pedig hát főállású édesanya lett volna, ha nem kellett volna gyárba menni neki dolgozni, de az élete ebbe teljesedett ki, hogy fölnevelt bennünket, négyünket, négyen vagyunk testvérek. A apukám mindenhez értett, mindenhez is, ahogy máma szokták mondani, úgyhogy villanyszerelő volt, lakatos volt, ha kellett, hegesztett, fúrt, faragott, mindent csinált, saját gépeit ő rakta össze, és azt hitte, hogy ebben majd folytatni fogom az ő mesterségét és adottságait, de hát engem ezek a dolgok nem érdekeltek. Hogy visszaemlékszem rá, talán lehettem olyan másodikos, harmadikos, egyszer szét akartam szedni a kis biciklimet, és olyan 2 órát vesződtem bele, hogy nem tudtam leszedni a pedált róla. Oda jött, félrelökött, 1,5 perc alatt megoldotta a problémát, és ott adta a kezembe, hogy készen van. Én azóta nem szereltem semmit. Paraszt akartam lenni, mint a nagypapa. Növények érdekeltek, a virágok. Csóválták a fejüket sokan, hogy hát nem ez a jövő, nem a paraszti. Én még ma is kapálok. Például ezt a káposztaföldet, amit mi megművelünk minden évben, lehetne gyomirtózni is, de mi még kapáljuk, mert nem szeretem a gyomirtószereket. Középiskolába akkor kiharcoltam magamnak, hogy beirathattak Palánkra, mezőgazdasági szakközépiskolába. Aztán onnan egyenes után vezetett a kertészeti főiskolára, Kecskemétre, elvégeztem azt is. És utána egy érdekes csavar volt az életemben, mert ez a paraszti tőzsgyökér, ami úgy bennem megvolt, ez egy illúziónak látszott akkor már lenni, mert minket ott a kecskeméti főiskolán az akkor beindult és föltörekvőben lévő szocialista nagyüzemi mezőgazdaság középvezetőinek vagy vezetőinek szántak. És ehhez nekem nem volt kedvem 20-30 emberre vesződni. Kertünk se volt, földünk se volt, pénzünk se volt, autóm se volt, semmi se volt. Hát hogy legyen az ember kertész egy ilyen családi háttérrel? És hát szépen apránként fölépítettem évtizedek alatt azt, amiben most már megélnénk, hogyha most lennék 30 éves, akkor... El kellett menni egy olyan munkahelyre,
ami nem igényelt 8 órás munkát, ahol volt bőven szabadidő, ahol haza lehetett szaladni, fóliasátor ajtaját kinyitni, én kézbesítő helyettesnek mentem el. Ezt le lehetett tudni 3-4 óra alatt abban az időben, és nekem ez tetszett. És akkor így indult el a kertészkedés, azokban az években, amikor postás voltam, itt kint az udvarunk egészen hátsó kertig hatalmas nagy fóliasátrakkal volt tele, primőröket termesztettem. És hát ez egy jó áru kapcsolás volt, mert közben jártam a várost, csináltam a reklámot magamnak, jól el tudtam adni a dolgokat, mert rengeteg emberrel volt kapcsolatom mostani munka során. És megmondom őszintén, én szerettem is ezt a munkát, volt hozzá affinitásom. Ez a 3 hét alatt egészen más íze lesz a káposztának, mint amikor 2 nap alatt elkészül. És elkezdtem ezt a gondolatsort azzal, hogy vitámban a zöldségesekkel, mert ők ahhoz mérik az árát a káposztának, ami 1 nap alatt vagy 2 nap alatt készül, mert hiába mondom nekik, hogy gyerekek, nálam 3 hétig készül a káposzta, nem 2 napig, tessék ezt is beleszámítani. Hát akkor azért most már rájöttek, elfogadták. Akkor, amikor már nem dolgoztam a postán, és éreztem magamban szabad kapacitást, akkor például elmentem hitoktatónak. Én korábban elvégeztem már postásként is a Pécsen a hitoktató képző teológiai iskolát, 6 fél éves rendes vizsgákkal tarkított 6 fél éves, 3 éves teológiai tanfolyam volt, és ezzel a papírral a kezemben 9 évig voltam például hitoktató Bogyiszlón, Fácán, Kertem, Mözsön, kicsit Tolnán is. Én most már 26 éve vagyok tudósítója vagy újságírója a Városi Hírlapnak, a Tolnai Hírlapnak. Ez adta az alapot ahhoz, hogy megismertem. Nincs olyan tolnai ház, amiben, vagy mözsi ház, amiben én legalább egyszer ne jártam volna. Tehát a helytörténethez ez is kellett, hogy az emberben ez a dolog úgy kimunkálódjon. Első szóra megalakultunk, akkor, amikor Pécsről jó 11 vagy 12 évvel ezelőtt eljött egy karitász aktivista, aki megmutassa nekünk, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy Tolnán karitász szervezet legyen, meg egy kicsit népszerűsíteni szerette volna. Nem engedtük el ezt az asszonyt, hanem ott a helyben közfelkiáltással megalakultunk helyi csoporttá. És hát volt egy karizmatikus vezetőnk, aki még ma is tagja a szervezetnek, de már egészségügyi állapotára és korára van tekintettel egyen hátrébb lépett, a Kovácsné Fűri Manyika, aki ezt a szervezetet aztán nagyon-nagyon nagy gőzzel és nagy akarással és nagy céltudatossággal vezette. Volt egy szomorú szeptember az életemben, 1995. szeptemberre. Erről olyan túl sokat nem akarok beszélni, nem mintha nyomasztanám, mert már rég túl vagyok rajta, és az ezen való bánkódás, vagy az ezen való tépelődés már nem része a hétköznapjaimnak, de azért el kell mondanom, hogy volt egy ilyen szeptember, amikor 2 újszülött iker gyermekünk és a feleségem ott maradt Pécsen a kórházban. Mindjárt meghaltak egy hónapon belül. És na hát itt jön aztán a hit meg a vallás. Barátaim közül látták ezt a hihetetlen küzdeni tudást és élni vágyást, ami bennünk volt a feleségemmel, hogy mindent elkövessünk, hogy ez a dolog ne tudjon testet ölteni bennünk, de hát elkerülhetetlen volt. És ezek után sokan javasoltak, hogy forduljak pszichológushoz, mert meg fogok bolondulni. Hát most el lehet képzelni, hogy annyira vágytunk családra, és egyszerre 2 gyerekünk is lesz. És olyan boldogok voltunk, és megvettünk már mindent ebbe a házikó. Ez a házikó tele volt már a kisgyerekeknek szánt holmikkal, babaholmikkal, fürdetőkáddal, kis ketrecce mindenfélével. Még a feleségem ruháival voltak tele a szekrények, még a parfümének az illata itt volt a lakásba. És haza kellett jönni egyedül egy kiürült rakásba. Úgy éreztem, hogy teljesen vakvágányra futott, kisiklott. Tönkrement az életem. Különösen a vasárnapok voltak rohadt nehezek, mert hétköznap dolgoztam reggeltől estig, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni. És hogy nem, egy vasárnap délután lent találtam magam a templom előtt, és bekopogtattam a plémániára, és fölkeltettem délutáni szunyolkálásából a lendvai apáturat, és mondtam neki, hogy apátúr, tessék szíves lenni nekem valami munkát adni az egyházba, valami feladatot vasárnapra, mert én nem bírok otthon lenni, egyszerűen nem bírom ki a vasárnapokat.
Te neked van hitoktatói végzettséged, ugye? Na hát akkor jövő vasárnap már mehetsz Fácán kedvei liturgiát tartani. Hát az mi? Hát az olyan szent mise, ahol nem kell úrfelmutatást tartani. Áldoztatási engedélyt tudok adni egyszeri alkalomra. Püspök úrtól majd megjön a későbbiekben a állandó áldoztatási engedélyed. És akkor következő vasárnap 5 öreg, 6 öreg néni előtt remegő térdekkel odaálltam a szószékre beszélni Isten szeretetéről. És ez megmaradt, megtartott. Az életem úgy alakult tovább, hogy minek utána Fácán kertbe tartottam ige liturgiát elég gyakran, úgyhogy később a Fácán kerti sekrestésnő lett a feleségem, a mostani feleségem, akit elvettem 5 kisgyerekkel, vagy 5 olyan nagyobbacska gyerekkel, volt köztük egy egész pici, még a Bíborka, a többiek már iskolások voltak, és hát egyből lett egy nagy családom 5 gyerekkel, és ezeket a gyerekeket már közösen neveltük fel a feleségemmel. Szerettünk volna saját gyermeket is, de az már valamilyen oknál fogva nem jött össze. De hát így is nagy család vagyunk, úgyhogy ha mindenki itt van, akkor 14-en ülünk ennél az asztalnál. Ez például most vasárnap is így volt, amikor a feleségem születésnapját tartottuk. És én annyira öreg vagyok már, hogy ezt a diófa asztalhoz való diófát még én ültettem. Képzeljék el, hogy 14 éves koromban ültettem egy diófát lent a Palénak nevezett határrészen, és azt a földet alattuk, de a fát nem hagytam ott, az új tulajdonosnak kivágtam. Hát körülbelül olyan 50 éves volt ez a fa, amikor kivágtuk, a diófa elég szép nagyra meg tud nőni, és abból csináltattam egy asztalt.